Ezeken a felvételeken még megküzd a 4-es busz a gyulavári és Dénes-Major közötti út legrosszabb állapotban lévő szakaszával. Hamarosan viszont új burkolaton szállíthatja az utasokat. A munkálatok az elmúlt napokban már megkezdődtek, és mint Virág Mihály, a közútkezelő megyei igazgatója elmondta, különleges technikával korszerűsítik ezt az 1600 métert, hiszen nem csak megerősítik, hanem gyakorlatilag újjáépítik a szakaszt. Ezért hamarosan félpályán, váltakozó irányban haladhat majd a forgalom, melyet jelzőlámpák irányítanak majd. Ennek a felújítása egy úgynevezett hideg remix eljárása fog történni, ugyanis lehetett látni, hogy a teljes útpálya szerkezet gyakorlatilag felborult állapotban volt. Egy olyan technológia, egy olyan gép fogja végezni itt a felújítást, amely felmarja a teljes pályaszerkezetet. Hát nem tudom, hogy hány centi vastagságban, de 30-40 centi vastagságban is akár. Ezt összekeveri, újra bedolgozza, hozzátesz bizonyos adalékot, és ezáltal stabillá teszi, megfelelő stabilitásúvá teszi a pályaszerkezetet, és erre fog kerülni rá az aszfalt. A gyulavári és Dénes-Major közötti szakasz mellett a megye több más pontján is zajlanak munkálatok. Dévaványa és Gyomaendrőt között mintegy 580 millió forint értékben újítják fel a burkolatot. Tarhoson 373, Telegerendáson 100, Kevermes és Orosháza között 675 millió forintból javulnak a közlekedés feltételei a terület és településfejlesztési program jóvoltából. A megyében a legnagyobb volumenű beruházást az M44-es korszerűsítése jelenti, itt a Kondoros és Tiszakürt, majd a Kondoros és Békés Csaba közötti szakasz újul meg. Emellett a megye Székhely és Gyula között több helyen korszerűsítik a burkolatot.